és uraim, kedves vendégeink! Hello Karcag! Köszöntünk nagy szeretettel mindenkit! Reméljük, hogy a biztonsági öveket már rég bekapcsolták, vagy esetleg már azon is túl vannak. A lényeg, hogy megnyitott az új Lukoil benzinkút Karcagon, ugye érdemes volt várni? Gyönyörű a kút, top üzemanyagok, minőségi üzemanyagok, ráadásul még egy kis despár üzlet is van, szóval a bevásárlást is el lehet intézni. Jöjjön nyugodtan az NKZ 763 forgalmi rendszámú Hyundai típusú személyautóval, bármiben segítünk, ja értem, a másik oldalon van a nyílás. Áthúzzuk, én se szeretem áthúzni, én is kiszoktam inkább várni a soromat, de ha egy picit előrébb állunk, akkor áthúzzuk az autó háta mögött a tömlőt. Szóval, megérkeztünk tehát Karcagra, itt vagyunk a Lukoil kúttal. A fiatalember egy picit zavarba jött most, hogy azért tehát a tankolását valószínű még nem közvetítették le soha eddig életében, de eddig vártunk erre a pillanatra, mert ebben a pillanatban már is fölkészül lelkileg, aztán fizikailag is, vált még néhány szót a család pénzügyminiszterével, és aztán ebben a pillanatban kiszáll az autójából, és megérkezett a tankolásra a Lukoil piros autójával. Hát oldal helyes a történet, mert még színben is timmel, leemeljük a kútról a megfelelő berendezést, és a top 95-ös benzinből fogunk tankolni ebbe a gyönyörű szép piros csodába. Itt vagyunk tehát még egyszer Karcagon, még egyszer nagy szeretettel köszöntünk tehát mindenkit. Nem hozzuk zavarba a tisztelt benzinkútra látogató közönséget, de azért majd néhány beszélgetést szeretnék csinálni, néhány interjút, néhány villáminterjút. Én ugyanis megszoktam, hogy amikor a pilóták kiszállnak az autóból, akkor rögtön oda megyek hozzájuk, és rákérdezek arra, hogy milyen volt a verseny. Most nem erre fogok rákérdezni, de milyen a tankolás, miközben nagyon koncentrálsz, látom, szia! Kérnék szépen egy rövid bemutatkozást. Rab Viktor vagyok. Viktor, szia! Jártál-e ezen a kúton korábban, amikor még nem Lukoil volt? Jó a lokáció, ugye? Egyből meg lehetett találni én is, ahogy jöttem ide Karcagra. Most azonban Lukoil lett, azóta, mióta pirosba öltözött ez a benzinkút, tankoltál már itt? Nem még. Ez lesz az első. Hát figyelj, akkor vegyük is az irányt az épület felé. Nem csak ki lehet fizetni a tankolást, vagy nem csak a tankolást lehet kifizetni, hanem több mint 3000 termék közül is lehet válogatni. Parancsolj kérlek, menj csak előre. Elmegyünk a teák mellett, itt nem tudom, működik-e a hangosítás, a kekszek működik nagyjából? Jó, itt maradok közel hozzátok. Szóval beállunk a sorba, és természetesen kifizetjük azt a tankolást, amit már megtettünk odakint, de ha valaki megéhezne, mondjuk, hogy a Viktor éhes lenne, akkor a méltán népszerű, már-már ikonikus jelzővel illethető lukoilos hotdogot is megízlelheti, mert abból is van bőven, meg minden egyéb finomságból. Szóval ez zajlik tehát itt bent a despárban, itt a Lukoil kútnál. Üdvözlöm Szújó Zoltánt, itt vagyunk Karcagon, és megnyílt a Lukoil kút végre. Miért előnyösebb itt tankolni az autósoknak? Milyen üzemanyagok közül választhatnak, amik között, mint tudjuk, van egy prémium kategóriás is? Végre valahára megérkezett Karcagra is a Lukoil, és azt hiszem, hogy ha itt körülnézünk, akkor tényleg méltán érezheti az ember, hogy egy minőségi környezetbe csöppent. Nem feltétlenül csak a töltőállomásokat, meg a tankoló kútoszlopokat figyelve, hanem hogyha belépünk a üzlethelyiségbe, akkor azért ott is azt lehet érezni, hogy ez egy ilyen komolyabb minőség már. Visszatérve az üzemanyagokra, valóban van az alapüzemanyag, és vannak az extra üzemanyagok, amelyek a Lukoil saját fejlesztése és saját adaléka anyagokkal látják el ezeket az üzemanyagokat, és hát azt hiszem, hogy az, aki picit is figyel az autójára, aki szereti jó kezekben és jó minőségű üzemanyaggal megtankolva tudni az autóját, akkor bizony odafigyel arra, hogy milyen minőségű üzemanyagot tankol bele, és ez itt a Lukoilnál maximálisan kijelenthető, hogy azért itt rengeteg olyan adalékanyag van az üzemanyagokban, amelyek jót tesznek a motornak minőségének és élettartamának. Tehát folyamatosan tisztítják ezeket a motor elemeket, úgyhogy már csak ezért is érdemes itt tankolni, és ami nagyon fontos számomra is, amikor a leglehetetlenebb időpontokban kapom meg a feleségemtől azt az üzenetet, hogy hozzak még 2 liter tejet másnap reggelre, meg mondjuk még valamilyen kenyérfélét, mert az is elfogyott otthon,
akkor egy ilyen kúton azt is meg lehet tenni, mondom még egyszer, hangsúlyozom, a leglehetetlenebb időpontokban, tehát akár mondjuk egy pirosbetűs ünnepről beszélünk, itt a Despár üzlet nyitva van és meg lehet tankolni, szóval szerintem érdemes erre járni, nem beszélve azokról az akciókról, amiket a Lukoil országszerte, így itt Karcagon is folyamatosan meghirdet, például most júliusban péntekenként 10 forint literenként a kedvezmény, ezért szerintem már érdemes akár még egy kis kitérőt is tenni. És milyen nyitási akció van, milyen matricát kapnak, ha jól tudjuk, hogy itt a tankolás után a kedves autósok? A következő napokban, hetekben mindenki kérje el a matricáját, miután fizetett a tankolást követően. Viszlát, sziasztok! Hát így alakulnak ki a barátságok itt a benzinkúton. Szóval mindenki kérje el a matricáját. Lukoil Karcag, ez nagyon fontos. Ezt a matricát, ha bárki felragasztja az autójára, és lefényképezi ezt a matricát a személygépjárművön, tehát hogy rá van ragasztva, és beküldi a Lukoil Magyarország Facebook oldalán keresztül, akkor nyerhet. Méghozzá 5 szerencsés nyertest valamikor augusztus elején kisorsolunk, a nyeremény pedig az, hogy ingyen és bérmentve csurig teli tankoljuk az autóját a Jobbik minőségű üzemanyagfajtából itt a Lukoil kúton. Szóval szerintem azért érdemes ezzel a lehetőséggel érni. Tehát nagyon fontos még egyszer, hogy matrica autóra fölragaszt, fénykép elkészít, beküldjük a Facebookon keresztül a Lukoil Magyarország Facebook oldalán, és reménykedünk abban, hogy mi legyünk a szerencsés nyertesek. Augusztus elején fogjuk sorsolni az 5 nyertest, akiknek tehát még egyszer megtankoljuk az autóját. Sziasztok! Hello, szia! Ezt a lazaságot szeretem. Tehát azért ez látszik, hogy ebben a Tiszató összes lazassága benne van, az Alföld összes kulsága benne van. Én ezt mondhatom, én is alföldi srác vagyok. Szevasztok! Felhívnám a figyelmét a tisztelt televízió nézőknek arra a műfogásra. Tehát azért mindig azt mondom, hogy az ember a kulságot, a lazasságot nem tanulhatja. Az vagy belülről fakad, vagy nincs meg benne. Azt a fordított, felső madárfogású műfogást azt érdemes közelről megnézni. Ilyen laza mozdulatokat az ember a boltban nem vehet. Az emberben ez vagy megvan, vagy nincs. Vagy benzinkúton kell dolgozni, abszolút, vagy esetleg sokat kell sportolni, mondjuk kosárlabdázni, kézilabdázni, és ezt-azt. Milyen volt itt tankolni? Hát itt a legnagyszerűbb tankolni. Ez nagyon megújult, és nagyon tetszik nekem, és ezentúl is mindig ide jövök. Pláne meg, hogyha lesz egy kis akció is, ez meg az. Vannak kiegészítő szolgáltatások? Látom, mindent lehet kapni, zöldségfélét, gyümölcsöt, reggelizni valót. Hú, na, fantasztikus, fantasztikus, nekem ez nagyon tetszik. Esetleg vásárlásra is fogja használni, tehát nem csak tankolásra ezt a helyet? Igen, mert hogyha úgy adódik, akkor természetesen. Miért jobb ezen a helyen vásárolni? Mert ugye sokáig nyitva van, és hogyha az ember tudja, hogy itt mit lehet kapni, akkor csak elszalad és megveszi. Hát szóval ez nagyon kényelmes és kellemes. Ez nem tudom, 10-ig nyitva van, vagy utána is még, de késő estig. Tehát ez mindig így volt, de nem ilyen körülmények között, tehát ez nagyon szép. Tehát össze lehet kapcsolni akkor? Össze lehet kapcsolni, mindent össze lehet kapcsolni. Igen. Még hogyha partit csinál az ember, akkor is gyorsan ide szalad és megveszi.